Az óvodások készülnek a közelgő karácsonyi ünnepekre. A kultúrház előtt felállított Betlehem körül a város óvodáinak karácsonyfái kaptak helyet, amelyeket az adventi időszakban saját készítésű díszekkel ékesítenek. Emellett karácsonyi dalokkal és a versekkel is hangolódnak az ünnepekre. Közösen díszeket készítettünk minden osztály. Solis gyurmából készültek, akkor régi CD lemezekből, ugye, azt is újrahasznosítunk, különböző tárgyakat. Természetesen, amit kivittünk, az nem lehet papírból, tehát mindenképpen olyan, ami vízálló, műanyag, toboz. Egész hónap arról szól, hogy beszélgetünk a karácsonyi szokásokról, ételekről, a gyerekek elmondják, hogy otthon hogyan díszítenek. A középiskolákban is karácsonyi hangulat uralkodik. A Szent István téri közösigazgatású középiskolában az ünnepekre való készülődés mindig az adventi koszorú készítő versennyel kezdődik, amely idén a környezettudatosság jegyében zajlott. Az extravagáns kategóriában Kovács Ágnes és Perlecki Balázs koszorúja lett az első. Két emeletes koszorút készítettünk, és aztán éppen ezért az extravagáns kategóriába indítottuk el. Az inspirációnk karácsonyi falu városka ötlete volt, legyenek emberkék, apró részletek, karácsonyfa, és ugye ezeket beszereztük, és igazából a helyszínen állt össze az egész. Törekedtünk minél természetesebb anyagokat használni a koszorúban. Elsősorban a farunk volt a legfontosabb, amire épült az egész koszorú, mert hát ugye több emeletes a koszorunk. Nagyon fontos volt a műhó és a különböző vatták használata, hogy elérjük a havasabb adventi hangulatot. A koszorún láthatók olyan kiegészítők, amiket nem vettünk, hanem saját magunk készítettünk el. Advent második vasárnapján a karácsonyi vásár árusai ismét megnyitottak a kultúrház előtti téren. Az ünnepi hangulatot ezúttal is fokozta a forralt bor, a kürtös kalás és a kemencés lángos. Az advent mindig a rohanás, a kapkodás, a tülekedés és az állandó idegeskedés ideje. Talán nem is lehet másképp, vagy mégis? Biztos vagyok benne, hogy igenis lehet másképp, de ezt elsősorban saját magunknak kell eldönteni és megtenni az első lépést. Az alpolgármester a lelassulásra és az elcsendesedésre hívta fel a figyelmet. Egy történeten keresztül elmondta, most különösen fontos, hogy figyeljünk szeretteinkre, és meghalljuk a szív hangját. A város adventi koszorúján meggyújtotta a második gyertyát, a Szabó Gyula utcai közösigazgatású iskola diákjai pedig karácsonyi dalokat énekeltek.